Elindul a strand szezon. A Tófürdő ezen a hétvégén a Termál június 9-én nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Karneváli beharangozó, sajtótájékoztatón ismertették a programokat a szervezők. Idén mini karnevált is rendeznek a legkisebbeknek. Könyvek a Székesegyházról, a Dunántúl második legnagyobb templomának és toronyóráinak története is megjelent két kötetben. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Hápezenhófer Brigitta. Jó estét kívánok! 120 évvel ezelőtt alakult meg a Vas megyei vízszolgáltató jogelődje. Erre emlékeztek ünnepélyes külsőségek között a fedett uszodában, ahol a jubileum alkalmából elismeréseket is átadtak. Látványos úszószínpadot építettek a szervezők a medence vízfelszínére. Itt köszöntötte a résztvevőket Lendvai Ferenc, a Vasi Víz ZRT kommunikációs és marketing vezetője. Megidézte a 19. század végét, azt az időszakot, amelyben Szombathely virágkorát élte, és amikor nem csak az újkori vízvezetékhálózat épült ki, hanem a szolgáltatás biztosítására hivatott társaság is létrejött. Szombathely polgármestere a szolgáltatás kiszámíthatóságát, a társaság munkáját méltatta. A közszolgáltatás, amit számunkra éjjel-nappal folyamatosan nyújtanak, az egy kincs, és köszönjük szépen, hogy ezt teszünk. A Vasi Víz ZRT vezérigazgatója díszoklevelet vehetett át a jeles alkalomból. A cégvezető beszédében szólt a részvénytársaság által véghez vitt beruházásokról. Magas az az érték, amit itt a KEHO projektek kapcsán fejlesztésekre, új hálózatok, új telepek létesítésére kap a vízszolgáltatás az önkormányzatokon keresztül, hiszen ők a beruházók. Azonban én azt gondolom, hogy rendkívül fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy a rekonstrukcióra nagyon kevés pénz jut, és ezeket a rekonstrukciós munkákat a víziközműtársaságok nem tudják maguk kitermelni. Ezek megszerzésében a térség országgyűlési képviselői vannak a cég segítségére, emelte ki a vezérigazgató. A Magyar Víziközmű Szövetség jóvoltából két vasi vízmunkatárs, Kis Gábor szennyvízszolgáltatási, illetve Szalai Róbert vízszolgáltatási üzemmérnökség vezető vehetett át elismerést az eseményen. Az ünnepség a soproni szinkronúszók bemutatójával zárult. Nyitáshoz készülődnek a szombathelyi szabadtéri fürdőhelyek. A napokban fejezték be a strandszezon előtti szokásos karbantartást, vizet cserélnek, kültéri bútorokat festenek, szivattyút javítanak. Jó hír, hogy a belépőjegy árak most nem mindenhol emelkednek. Hónapok óta készülnek a SZOVA munkatársai a június 2-ai nyitásra a Tófürdő területén. Átnézik az aknákat, ha kell, javítják a szivattyúkat, ellenőrzik a csúszdákat, lefestik a pergolákat, füvet nyírnak, és ilyenkor végzik a medencék karbantartását is. A gyermekmedencének a kivételével az összes medencében bennmarad a víz télen, azért, hogy a burkolat, illetve a gépészeti berendezések megóvásra kerüljenek. Ezeknek a leengedésével, a víz leengedésével kezdődött tulajdonképpen a felkészülés. Aztán megtörtént például a hibás lepotyogott csempéknek a cseréje, a fugázás, a parkosítás, ugye egy szép zöld környezet vesz körül bennünket. A szomszédban zajló jégcsarnok építés miatt a sportpályákat és a pénztár melletti beálló helyek egy részét lezárják. Az autósokat ezért arra kérik, hogy lehetőleg a körút felüli parkolókat használják majd. A jegyárak itt nem változtak a tavalyihoz képest, a részletekről a www.szova.hu weboldalon lehet tájékozódni. Átlagosan 10%-kal emelkednek a belépő árak június 1-jével a fedett uszodában és termálfürdőben, ahol szintén az utolsó simításokat végzik. A kisgyermekes családok kedvéért új játékelemekkel bővítették a kültéri kismedencét. A gyermekmedence beüzemelése gyakorlatilag folyamatban is van, az ülőmedence takarítása és előkészítése is megtörtént, mint ahogy egyébként a gépházban már az említett berendezések ellenőrzése, beüzemelése is megtörtént. Lényeges újítás, hogy könnyebb lesz a benti medence megközelítése a strandról. Ebben a szezonban már az új 33 méteres hátsó úszodát biztosítják a sportolni, termálfürdőzni vágyók számára. A parkgondozási munkák még tartanak a 4 hektáros zöld felületen, de az üzemeltető szerint a termálfürdő június 9-e nyitását semmi sem veszélyezteti.
A dohányzásról és annak egészségre ártalmas hatásáról tartottak előadásokat az egészségfejlesztési irodában a Dohányzásmentes Világnapon. Az ENSZ egészségügyi világszervezete minden évben május 31-én hívja fel a figyelmet a dohányzással kapcsolatos egészségi kockázatokra, az idén különösen a szívbetegségekre. A dohányzás károsítja a szívet, válassza az egészséget a dohányzás helyett. Ez volt a szlogenje az idei Dohányzásmentes Világnapnak. A témával kapcsolatban a nemrégiben felavatott egészségfejlesztési irodában tartottak előadásokat. Kecskés László mellkassebész főorvos szinte naponta találkozik a dohányzás áldozataival. Azt mondhatom, hogy olyan betegeim sokan vannak, akiket sikerült aztán a műtétnek a megpróbáltatásai révén meggyőznöm arról, hogy legalább műtét után eldohányozzanak, és ezek közt vannak sikerként is elkönyvelhető betegek, nem is kevesen, de azt gondolom, nem legyek naív, nagyon sokan sajnos még egy sikeres, akár életmentő műtét után is sajnos visszaszoknak a dohányzásra. A krónikus dohányosok többsége kamaszkorban vett a szájába először cigarettát, ami aztán idővel szenvedélyé, pótcselekvéssé vagy stresszlevezető eszközzé vált számára. A dohányzás a szív- és érrendszeri betegségből fakadó halálozások mintegy 12%-áért felelős. Több mint 7 millió ember esik áldozatául évente, ebből 900 ezer passzív dohányos. El kell dönteni, hogy ki a főnök, a cigi vagy én, tette fel a kérdést előadásában Szima Barna pulmonológus. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb csoport a fiataloknak a leszoktatása, illetve nem rászoktatása, a szülők, a környezet jó példát tud mutatni. Amerikában a tüdőrák megjelenése, a száma, az incidenciája az csökkent egyetlen egy dolognak köszönhetően, a dohányzás visszaszorulásával. Az előadáson elhangzott az is, hogy napi egy doboz cigaretta elszívása a férfiaknál 10-szeresére, nőknél 5-szörösére emeli a tüdőrák kockázatát. Az egészségfejlesztési irodában legközelebb június 13-án szerdán 17 órakor a hétköznapok rejtett stressz forrásairól lesz szó. Számos újdonsággal várja a vendégeket a 19. Szavária történelmi karnevál augusztus 23-a és 26-a között. Ezúttal mini karnevált is szerveznek a legkisebbeknek, de újra megnyitja kapuit a romkert, és a város megújult tereit is bevonják a programokba. 405 program, 27 helyszínen, ismét bővült a Szavária karnevál, közölte a rendezvény sajtótájékoztatóján Puskás Tivadar polgármester. A nemrég átadott terek, múzeumok is megtelnek élettel, tette hozzá Kocka Tibor alpolgármester. A Szent Márton téren fényfestéssel mutatják be a szent életét, a Schmidt Múzeum csillagászati kiállítással és gyermekprogramokkal várja a vendégeket, a Szent Márton temetőben és a Domonkos Kolostor kriptájában fáklyás vezetésen vehetnek részt az érdeklődők. Az Ízeum és a Történelmi Témapark sem marad ki az attrakciókból. Utóbbiban a Mátyás emlékévhez kapcsolódó programokat terveznek, de a 48-as szabadságharcról és az első világháború végéről is megemlékeznek. Ismét megnyitja kapuit a romkert. A mozaik alatti ásatások most fognak indulni, és szerintem a legérdekesebb része az nagyjából pont a karnevár alatt lesz, és ott naponta vezetéseket fogunk tartani, és ezzel bemutatjuk azt, hogy ténylegesen mi alatt jártak a római császárok, mi alatt járt a helytartó, és egyáltalán azok a polgárok, akik bejutottak a helytartói palotának a fogadóépületében. Idén először a 7 év alatti gyermekek részére mini karnevált szerveznek. Ennek az útvonala a Geyer Park körüli kis sétány lesz, ahová jöhetnek jelmezbe a legapróbbak. Itt azért szeretném kiemelni, hogy itt elsősorban a gyerekeket várjuk, természetesen a szülők kísérőként és nézőként nagyon nagy szeretettel látjuk őket is, de az a cél, hogy most az aprók, az egészen picurkák tudják magukat történelmi jelmezben megmutatni, óvónők segítségével fogjuk majd őket gardírozni.
Tavaly 140 ezer vendég érkezett a karneválra, idén még több látogatóra számítanak. Ennek fő oka az, hogy csatlakozott a rendezvényhez a legerősebb tűzoltók versenye, amelynek Bükk-Bükkfürdő ad otthont. Magyarországon 2005 óta rendeznek ilyen legerősebb tűzoltó versenyeket. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend Egyesült Államokban, Európán belül is ez a versenysport, és elmondható már az, hogy ez nem csak a tűzoltók sportolásáról szól, arról, hogy bemutassák, hogy milyen extrém körülmények közt tudnak egy-egy feladatot teljesíteni, hanem ezek egyfajta fesztivállá nőtték már ki magukat. A 19. Szavária történelmi karneválon ismét a megszokott helyszínen vonul fel a hat korszakot bemutató, mintegy 1200 résztvevőt számláló felvonulás, most a Berzsenyi tér sem marad ki a leglátványosabb programból. További részletek a www.karnevalszavaria.hu oldalon találhatók. Két újabb helytörténeti kiadvány jelent meg a napokban. Az egyik a Székesegyház, a másik a Toronyórák történetét dolgozza fel. Az ünnepélyes könyvbemutatót a Városházán rendezték. Az esztergomi és az egri után a harmadik legnagyobb székesegyház a szombathelyi, hangsúlyozta a könyvbemutatón a polgármester. Az egyházmegye első püspöke Szili János kezdeményezésére megépült templom jelentősége a város történetében is meghatározó, fogalmazott Székely János megyés püspök. Tulajdonképpen ez a hatalmas egyházi építkezés tette Szombathelyet nagyvárossá. Lassanként e körül születik meg Szombathely modern városa. A templom körül a házak. Lendvai Rezső 4 évtizedet töltött a főplébánián, így szerzett ismereteit levéltári kutatásokkal kiegészítve, korabeli fényképekkel illusztrálva írta meg a templom krónikáját. Az alapító szándék az volt, hogy Mária dómot épít, és meghatározta azt, hogy ebben mik legyenek a fő szempontok. Például a kereszthajó fényes legyen, világos, és ott a két szombathely szentnek, Virénnek és Mártonnak legyen méltó kápolnája, hogy milyen legyen gyakorlatilag a főoltár, a tabernákulum milyen legyen. A könyv a középkori vártemplom történetétől követi végig a székesegyház építését, átalakításait, a bombázás okozta károkat, majd az újjáépítést és a közelmúltbeli belső felújításokat. A székesegyház egyedi óraszerkezete feltehetően az 1840-es években került a déli toronyba. Történetét, működését, folyamatos korszerűsítését Kapui Gyula foglalta könyvbe. Az itteni órának érdekessége, hogy üt negyedkor egyet, félkor kettőt, háromnegyedkor hármat, egészkor négyet, a nagyobbik harangon elütötte az órák számát. De ez nem volt elég a szombathelyieknek, mert olyan órát rendeltek, hogy megismertette az órák ütését még egyszer. A Székesegyház és toronyóráinak történetét dokumentáló két kötetet a Főplébániai Egyházközség tanácsadó testülete és a Szombathelyi Székesegyházért alapítvány jelentette meg. Végig kiélezett, botrányos jelenetekkel tarkított mérkőzésen 94-90 arányban legyőzte a Falkó kosárlabda csapatát az Albafehérvár. A három győzelemig tartó páros csata így 1-1-re áll. Folytatás vasárnap Szombathelyen. A várakozásoknak megfelelően óriási küzdelmet hozott a találkozó első félideje, hol az egyik, hol pedig a másik csapat járt néhány ponttal előrébb. A nyitónegyed végén 26-25-re, míg a félidő zárásakor 48-46-ra vezetett a Falkó. Térfécserét követően azonban fordítottak a remekül lepattanózó hazaiak, akik főként ennek köszönhetően 8 pontos erőnnyel kezdhették az utolsó 10 percet, melyet botrányos jelenetek tarkítottak. A negyed elején az Alba légiósai rontottak neki az őket provokáló szombathelyi szurkolóknak, ezért pointert ki is állították a játékvezetők. Később a támadóidőt mérő óra meghibásodása miatt állt percekig a találkozó. A szokatlan közjátékoktól a fehérváriak tudták jobban függetleníteni magukat, akik végül 94-90-re nyerték meg a mérkőzést. Nehéz mérkőzés volt, lehet mondani, amikor látom az pontok, de nem volt ilyen óriási védekez mind a két oldalon, vagy lehet mondani, nagyon jó támadás volt, csak inkább szerintem védekez sok pontok. A győzelem kulcsa ezúttal a lepattanó csata volt, a székesfehérváriak 48-26-ra nyertek ebben a műfajban, ráadásul a begyűjtött lepattanók közül 19-et a Falkó palánki alatt szedtek le, amiből rengeteg pontot értek el. Nagyon sok pontot kaptunk második esélyből,
illetve elvesztettük a lepattanó csatát, amire készültünk, hogy nem szeretnénk, és tudjuk, hogy az Albának ez az egyik fő erőssége, és ebből kifolyólag sok pontot kaptunk, 90 pontot dobtunk viszont, ami én azt gondolom, hogy nem rossz. A három győzelemig tartó páros csata jelenleg 1-1-re áll. A két gárda legközelebb vasárnap 18 órakor találkozik egymással, ezúttal az Aréna Szaváriában. A találkozón minden bizonnyal nem léphet majd pályára a Székesfehérváron kiállított Pointer. A Szombathely Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározunk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!